Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy egy kis pénzt csinálj egy potya sörre, ha a kocsmában fogadsz valakivel, hogy ezt az üvegsört úgy teszed rá egy pénzre, hogy nem tudja kihúzni alóla a pénzt, anélkül, hogy fel ne dőlne a sör. Lehet 200-assal is játszani, lehet 20 000-essel is, kinek mi a legnagyobb tétje. A lényeg az, hogy nyilván az üveghez nem érhet, semmit nem csinálhat veled, meg kell fogni a pénzt valamilyen módon, és kihúznia. Akármit fogsz csinálni, ez most egy tele üveg, sokkal nehezebb egyébként megtartani, mert ugye nem a száján, hanem a kupakon illeszkedve próbálkozik. Akár a hosszabbik, akár a rövidebbik szélénél fogva húzott ki, a sör 99,9% hogy mindig el fog dőlni. Ha megtetted a fogadásokat, próbáltak már százat, nem fog menni, hidd el nekem. Akkor utána fogod magad, csinálsz egy nagyon egyszerű trükköt, borzasztóan figyelj arra, hogy nagyon óvatosan csináld, mert ez a sör most borzalmasan ingatag, mindjárt megiszom és akkor már nem lesz az, de amíg a kupakja rajta van és teli az üveg, akkor még nehezebb, ha üres az üveg, akkor egy kicsit könnyebb. Fogd meg a pénzt és nagyon óvatosan kezd el húzni, de éppen hogy csak, és kezd el mellette döngetni az asztalnak a lapját. Látható, hogy szép óvatosan ki lehet húzni, hiszen a sör mindig megemelkedik annyira, hogy egy icike-picikét pár millimétert tudsz húzni rajta, így a sör a tiéd, meg esetleg a pénz is, hogyha fogadtál.